Na, folytassuk. קטעים נבחרים בנושא התנאי לקבלת התורה. Tehát קטע ראשון מתוך ספר ליקוטי הלכות a Tóra ראשון. megszerzésére való kondíciókat fogjuk elolvasni. Az első a törvénykönyvből, az árvotnak a feltételeit olvassuk először. Lehetetlen a Tóra és a parancsolatokat megkapni, ameddig nem vagyunk árvotban, ahol mindenki felelőssé válik, vagy garanciát ad a barátaiét, miután a legfontosabb elv a Tóra megtartásában az az egység, a Tóra és a parancsolatok megadásánál össze kell kapcsolódnunk, egy Izraelnek kollektívává kell válni egy egységben, és ebből az okból kifolyólag a Tóra megszerzésének időszaka azonnal garanciát ad egyikünknek a másikunkra, és mihelyt elérjük a kapni akarás a Tóra megszerzését, nekünk bele kell foglaltatnunk egymásba, mint egy, annak érdekében, hogy egyetlen vágyban olvadjunk össze, és akkor mindenki felelőssé válik majd a barátjáért, mivel mindenkinek ugyanaz lesz fontos, és pontosan azáltal, hogy mindannyian garantorrá válunk a barátunk irányába, azaz az egység irányába, pontosan ezáltal válunk képessé a Tóra megtartására és megszerzésére. Enélkül lehetetlen lenne a Tórát megtartani és megkapni, mivel a szeretetnek az elve az nem engedi meg a különbséget a vágyakban és a kapni akarásban. Tehát mindenkinek egy vágyba kell befogadható lennie, amely képessé teszi majd a felső vágy megszerzésére, ami az egységnek az alapja. Olvassuk el még egyszer. Tehát lehetetlen a Tórát és a parancsolatot megtartani, csak akkor, ha árvultban vagyunk, ahol mindannyian egy kedvessé válunk a barátok irányába, mert amikor megtartjuk a Tórát, ami az akaratnak a kérdése, akkor az egységre irányozzuk ezt. Ezért minden vágyunk, hogy magunkra vonul, hogy a Tórának és a parancsolatnak a tereit megtartsuk, azokat össze kell kapcsolni Izrael teljességének tekintetében, egy hatalmas egységbe olvadva, és ebből a célból kifolyólag a Tórának a megszerzése idején egymás garanciájává kell válnunk, hogy amennyire tényleg meg akarjuk kapni a Tórát, bele akarjunk egymásba olvadni, mint egy, annak érdekében, hogy egyetlen vágyként jelenjünk meg, és akkor természetesen mindannyian garantorrá válunk a barátunk irányába, és így lesz, ennek a fontossága adja meg az egységnek az erejét. És pontosan, amikor mindenki felelős a barátjáért, ez a jelentősége az egységnek, és pontosan ezáltal válunk képessé megtartani a Tórát és a parancsolatokat. Enélkül lehetetlen lenne megtartani a Tórát és a parancsolatokat, mivel a szeretetnek és az egységnek a lényeg az akaraton alapul, ahol mindenki a barátját látja el örömmel, és nincs a vágyakban különbség, tehát mindannyian egyetlen vágyban vannak befoglaltatva, amelyen keresztül a felső vágyát tudják kiszolgálni, amely a teljes célja az egységnek. Kérdés. Nem értitek igazán a cikket, mondja rá. Mert ez azt jelenti, amitől így beszélt, hogy az egységen keresztül lehet elérni a korrekciót. Tehát maga a korrekció az egység. Tehát ez egy könyvből származott, ami a Likutei Ahadot, tehát a törvényeknek az összegyűjtése, ez a könyvnek a címe. In keeping our Buddha, trying to attain our Buddha monks. Tehát az árvotnak a megtartásának a tekintetében. בשמירת הערבות ובניסיון לשמר אותו בינינו. You give us things that you ask us to do. Tehát ön azt mondja, hogy megvannak a dolgok, amiket meg kell tartanunk. Tehát a könyvek, amiket olvasunk, ön azt mondja, hogy nekünk nyissuk ki a könyvet, ami az órunk előtt van, valóban tárjuk fel.
És akkor a könyv vagy, így vagy úgy befolyásol bennünket. Egy egész világ, aki angolul beszél, követ bennünket ezen a módon. Hogy amit itt ne csak a betetik vagy csoport, hanem az egész világ érzékelje ezt, amiről beszélünk. És ön azt mondta, hogy ha ezt megtesszük, és így tesszük meg, azonban a legnagyobb probléma, hogy nincsenek angol könyveink. Amikor én megpróbáltam kitörni ebből a helyzetből, mindig azt mondták, nekem nem fontos, hogy angol legyen a szöveg. És most azt érzem, hogy ahhoz, hogy Arvuthoz tudjunk kapcsolódni, akkor nekünk gondoskodni kell mindenkiről a közösségben. Tehát le kell fordítani angolra a szociális szikeket. Ne csak az orosz és a héber beszél emberek legyenek, hanem mindenkiről. Now I can't go to the guy who is the one that does the translation because he's already. Tehát onnan mehetek valahogy ez, aki a fordítást irányozza, vagy irányítja, de neki nincs ideje lefordítani ezt. On top of everything else that he does, which is so beautiful and so wonderful. Ők csodálatosokat dolgokat fordítanak és csinálnak. De neki is kell, hogy ideje legyen a családjára. Valamennyi. Itt ez a közösség és az angolul beszélők, akik figyelnek most, akik itt tudnak lenni velünk. A plethora of people that understand English and Hebrew very well. Nekünk sok ember van, aki érte, angolul is, meg héberül is, nem csak azok, akik ma fordítanak. Tehát te... Maradj csak! Tehát azért azt követeled, hogy nem fordítottuk le az összes könyvet angolra, amit tanulunk. Ebben igazad van. Én komolyan mondom neked. Nem csak azért mondom neked, hogy igazad van, mert jól hangzik, hanem azért, mert az angol egy nemzetközi nyelv, és más nyelvekre is azt mondom, megindult a fordítás. Tehát nekünk az összes válaszszólám írást és tavastírást le kell folytanunk angolra. Ez nem kérdés. Ez így van. A forrásokat le kell folytani. Hogy ki fogja lefordítani, ezt nem tudom. Hogy van-e ember, aki, elég ember, aki tud héberül és angolul. De ezt a dolgot el kell rendezni, és le kell folytani. Tehát ezt el kell rendezni, ez nem vita téma köztünk. Tehát szervezd meg! Amire szükségem van, hogy a világgal való összeolvadásnak lássuk ezt a feladatot. To help them find the necessity of saying, well, you know, I don't know, this is not quite my thing, but yet it is. Hogy túllépjünk azon, hogy igen, ez egy probléma, de nem az én dolgom, hogy ezen túl tudjunk emelkedni. That only comes from us. Mert ez csak tőlünk áradhat ki innen. Uram, esetek neki. Próbáljátok meg. Nézzük, hogy mi van lefolytva, mi nem. Mi már egyszer le akartuk fordítani az összes cikket oroszra, spanyolra és angolra, a héberen túlmenően. De ez egyenlő 4 nyelv volt. Meg kell próbálni. De igazad van, neki kell esni. Tehát az összes forrásunkat, könyvünket le kell fordítani. Angolra biztos.
Oké, tehát akkor a kérdésekhez térjük vissza, amelyek a felolvasott részhez vonatkoznak. Tehát ez a törvénykönyvből származik, amely nagyon komoly könyv, mondja rá. A nemzet vallásos része rendkívül fontosnak tartja ezt a könyvet, mert azt mondja, hogy lehetetlen megtartani a Tórát és a parancsokat az árvóton túlmenően, tehát mindenkinek felelősség kell válnia. Tehát így kell megtartani a Tórát. Tehát ezért nyilván a Tórát és a parancsolatokat nekünk Izrael teljességében kell értelmezni, hogy egy erős kapcsolatban legyünk. Tehát integrálódnunk kell, és ebből kifolyólag ki az, aki felelőssé válik majd a másikért. Nyilván ez a Tóra meg a kapnakarás kell, hogy összekapcsoljon bennünket a Tóra megszerzésére irányuló igényünk. Tehát nekünk egy vágyban kell raknunk, tennünk magunkat, és mindenkinek felelősség kell válni a barátjáért. És pontosan ebből kifolyólag, amikor mindenki felelős a barátjáért, amely az egységnek a kérdése, ugye ez az árvót, és pontosan ezáltal be kell, hogy lássuk, hogy enélkül lehetetlen megtartani a Tórát és a parancsolatokat, mivel az egységnek az elve így kapcsolódik össze. Tehát mindenkinek a barátjának kell kérnie, a barátja vágyát kell kielégítenie, és nincsen az akaratukban különbség, tehát mindannyian bele vannak foglaltatva egyetlen vágyba, amelyen keresztül képesek lesznek a felső erőhöz kapcsolódni, és ez a mi összekapcsolja a vágyakat, és ugye teremtő ebben a kapcsolatban feltárul, és mindannyian egyetlen vágyban lesznek, akkor befogadva. Van erről kérdés? Erről, mondja Rav. Amikor ezt a rendkívül izgalmas részletet halljuk, ugye én hiszek mindenkinek itt. Tehát, mintha valakinek odaadnám az automat, és teljesen megbíznék abban, hogy meg fogja javítani. Tehát mi az, ami hiányzik mégis? Hiszen mi egy közösségben lakunk, ami... Tehát az én érzésem az mindig az, hogy ebben a közösségben vagyok beágyazva. Akkor mégis miért késlekedünk? Miért nem tudjuk? Mi hiányzik? Miért nem tudunk lépni? Én nem értem a kérdést, mondja Rab. Mi mindig az arvútról dumálunk, de nem tudjuk megcsinálni. Tehát olyan, mintha lenne valami bizottság, ami... Tehát hallottad, amit az arvútról mondtam, kérdezi rá. Az arvút az egyetlen vágyban van beolvadva. Tehát hogy vagyok én felelős érte, te pedig értem. Tehát mi egy vágy, mi befogadva. Tehát én nem tudom, hogy mi az árvút? Az árvút az a vágyadnak az egyesítése. Oké, de akkor nekünk örvet kell adni a teremtőnek. Ugyanazon az úton kell maradnunk, hogy képesek legyünk kölcsönös cselekedetekben lenni évről évre. Hát ezt kérdezem. Tehát hogy lehetséges ez, hogy ide eljussunk? Hát ez egy törvény. Tehát egyetlen vágyban vagyunk, 10 ember legalább, ugye? És akkor ezek a egymás között fenntartják az arvotot. És nyilván a teremtő más és más vágyat akar, fölé akar emelkedni a különbségeknek, hogy felfedezze a parcufot, amely
ahol mindannyian egyetlen vágyban vagyunk összekapcsolódva, és így pedig ez addig tart így, amíg el nem jutunk az adakozás erejének a megszerzéséhez mindannyian. Tehát nyilván ez az ő természete, adakozó, és ha együtt mi különböző vágyakat összekapcsolunk, a vágy felett, akkor egymáson túlmenően fel kell fedeznünk valamilyen mértékben, legalább a nefes mértékében a teremtőt. Én nem tudom, hogy mit érzel, hogy mit nem érzel. Lehet, hogy már feltárul, de én nem érzem még ezt, mondja. Hol van ennek a feltárulása? Én itt vagyok. És aztán elhagyom az épületet, akkor visszatérek egy másik világba. Tehát az én érzésem az, hogy itt lehet a teremtőt megtapasztalni, és mi a teremtő feltárulásról beszélünk a teremtmény számára. Mi a kapcsolatunkon belül akarjuk ezt feltárni, tehát világos kell, hogy legyen a számunkra, hogy össze kell kapcsolódnunk, és ez a kapcsolat adja meg a felső fénynek az erejét, amely megadja az érzést, hogy valóban össze vagyunk kapcsolódni. Ez egy nagyon világos és egyértelmű érzés, hogy amikor felfedezzük az adakozásnak az erejét, amely a teremtő megjelenése a számunkra, a manifestáció. Ez a végső formája annak egy új valóságérzékelésnek, és ennek a, úgy kell feltárni, hogy teljesen egyértelmű legyen. Tehát én még nem jutottam el ide. Hagyd a barátot kérdezni, mondja Rav. Rav, én az árvútról szeretnék kérdezni valamit. Tehát az árvút folyamatában vagyok a barátokkal kapcsolatosan. Hogyan lehetek én árvútba, hogy az összes kérdés és válasz, tehát ha én árvútban vagyok, és bizonyos dolgokat összekapcsolok, az egy másik dolog. Mi egy olyan állapotban vagyunk, ahol valóban meg kell élnünk a kritikát is, hiszen fölé kell emelkedni mindennek, nekünk kérni kell a korrekciót. Hogyha én nincs kritika, akkor behúgyom a szemem, minden nagyszerűnek mondok, és akkor egy haszidá válok, aki nem tud előre haladni. Oké, na az, hogy én kinyissam a kritikának az ajtót. Hát pontosan azáltal, hogy mi két lábon sétálunk, a kritika is szükséges, mert lehetetlen enélkül előre haladni. Oké, na de akkor a kritika, de minek az irányába? Miről szól ez? Tehát a kapnakarásomhoz kapcsolódó tudások, ugye ezek az értelmfeletti hitben nyilvánulnak meg, tehát az én kritikám az a szamának a kritikája, tehát hogy lehetne másképp is? Na de hogy tudjuk ezen végighaladni? Minden alkalommal neked az állapotodat kell fejleszteni. Tehát hogyan tudsz ennek a kritikának fölemelkedni? Tehát itt van egy ilyen ugrás, amit nekem el kell érni. Igen, értem, amit mondasz. Hogyan látható úgy a közösséget, hogy kritizálod őket? Tehát nekünk... Oké, de tapasztalatot tudom, hogy nekünk fenn kell tartani a kritikát, ugye ezt Bála Szolán mondta. Tehát fél órát naponta megvizsgálhatod és kritizálhatod is azt, ami történik. Neked meg is kell tenned fél órában, 30 percben. Mert enélkül nem tudod megközelíteni az előrehaladást. Tehát neked látnod kell, hogy neked valóban egy
Neked magadat kell helyes módon látnod. Tehát neked látnod kell, hogy hogy lépsz az egót fölé, a saját kapnakását fölé. Tehát látod, hogy minden haszidok vagytok. Oké, ez egy belső vizsgálat, nem? Tehát külső vagy belső, ilyen szemben lényegtelen. Tehát neked a csoportban kell ezt megbeszélned. Tehát a csoportban kell lépésről lépésre, fokozatosan elvégezni ezt a vizsgálatot. Tehát nem egyénként. Így van, egy ember, egy szívvel. Tehát nekem nem individuális módon kell lesz, hanem csoportként. Így van. Ha te a név nem jön a reggeli leckére, néhányszor egy héten, egy másik nem fizet mászert, egy harmadik meg nem tudom mivel foglalkozik csak, ezt nem értettem. Gyakokkal pedig minden alkalommal távolról vezérel csak dolgokat, akkor nyilván van még kritizálni. De mi van a belső állapotokról? Aki valóban nem kell föl, nem fizet, tehát tudnom kell, hogy hol vagyok, hogy a haszídok, ezek elrejtik ezt a dolgot, minden csodálatos, minden tök jól megy, minden, a víz csendes, minden a kegyelemben van, Istennek hála, minden áldott nap, csak örömünk van. A teremtő segítsége, nincs is balvonal. Tehát mi a balvonal módján haladunk előre? Oké, de ezt nagyon sokszor beszéltünk. Tehát van a balvonal, meg a jobbvonal, és a kérdésem pont erre irányul. Nem akarok erről sokkal többet beszélni, egyszerűen nem, mert hogyha nincs értelme erről beszélni, mi a következő, amit olvasni fogtok? Az árvút cikkből 17-es pont. Ez az, amikor egész Izrael felelőssé válik a másikért, mivel a Tóra nem volt megadva nekik, amíg Izrael minden tagja nem értett egyet azzal, hogy magára vonja a mások szeretetére a parancsadott teljes mértékben, amely azokban a szavakban fejeződik, hogy szeress fel a barátod minden maga. Ez azt jelenti, hogy akkor mindenki Izraelben magára vonja azt a munkát, hogy a nemzet minden tagja megadja az összes igényüket, ami túlmutat a saját igényén, és az egész nemzet megalkotja azt a mondatot, hogy megtesszük, és Izrael minden tagja felelőssé válik azért, hogy egyetlen tagjának a társadalomnak nem hiányoznak, nem lett hiánya semmiben, és csak akkor fogják a Tóra megszerzését kiérdemelni, és nem korábban. És ebben a kollektív felelősségben Izrael minden tagja, az kötelező van arra, hogy a saját szükségletével ne foglalkozzon, és tartsa be a szeres felabarátod teljes mértékben, mint önmagad, és megtegyen mindent, amire szüksége van, hogy ne a saját testének a működése kelljen foglalkoznia, és biztos lehessen abban, hogy 600 ezer hűséges szerető veszi őt körül, aki gondoskodik róla, és készen áll arra, hogy őt ellássa. Egy másodperc türelmeteket kérem. ואז הם מקיימים וכולם מצטרפים לזה.
לי נראה, כמו שדיברנו, שאנחנו נמצאים בשלב מיוחד של התיקון הכללי של המציאות, לי נראה שזה צריך להיות בממדים גדולים, לא בין כמה אנשים. אלה נו, ברוב, בוא נגיד, באמת באנשים שדבוקים לרעיון ונמצאים ממש, שנמצאים כל הזמן בלימוד, בהפצה, בכל מה ש... תהת. לא עושים כך, כך, אלא בלב ונפש. Ne félúton, félig csináltok meg valamit, hanem valóban, akik velünk vannak, azok legyenek velünk szívvel és lélekkel. Tehát, mondja Rav, ne csak kevesen legyetek, hanem egy viszonylag nagy csoportá váljunk, ahol mindenki benne van ebben. Hiszen minden csak attól fog fülmúlni, hogy az ember mennyit fektet be. Tehát természetesen itt mindenféle körök vannak, belsők és külső körök. Ezt most nem akarom részletesen kifejteni, tehát jönnek, vannak, akik kétszer jönnek egy héten, vannak, akik velünk vannak állandóan, vannak, akik fizetnek mászát, vannak, akik nem. Tehát itt mindenféle ember van. Tehát természetesen a számítások azok a szívnek megfelelően történnek, tehát ne csak két-három ember között történjen meg, hanem sokkal több ember között. Oké, tehát ha mi az egész világcsoportot tekintünk, akkor mondjuk van 100 ember, aki meg tudja tartani az árvotot. Minden mennyien vannak, ez lényegtelen. Oké, de hogyan fog ez működni, hogy megtartjuk az árvotot? Jön a felső fény, dolgozik rajtunk, és mi vele leszünk foglaltatva az árvunkba. Tehát nem csak egyszerűen oda jutunk, hanem el kell lépnünk azt a pontot, ahol készen állunk az árvot viszonossági megszerzésére, készen kell lennünk erre. Tehát mi még nem vagyunk a kapcsolatban, mi még csak a felkészülési fázisban vagyunk, a hiány megszerzésének a fázisában. Arra, hogy készen álljunk az árvot megszerzésére egyfelől, tehát mi ki kell, hogy építsünk egy hiány folyamatot, és valóban... Tehát nem látni kell, hogy kik azok, hogy készen állnak erre, vagy nincs ilyen probléma. Nem, nektek ezt nem így kell megfogni, megragadni. Tehát elvileg nők, gyerekek, öregek, férfiak, fiatalok, mindenki, mindannyian össze kell, hogy kapcsolódjunk, megkülönböztetés nélkül, és ez az, ahogy nekünk ezt érezni kell. Tehát van egy belső csoport, aki magára kell, hogy vonja. לעורר אותם, להדליק בהם את הרצון Tehát magára kell, hogy vonja a vágyat, a kapcsolatnak a vágyát, az árvotnak a vágyát, az imát. Tehát egy ilyenfajta belső erő kell. Tehát vannak emberek, akik képesek magukra vonni szabályokat és megfelelni nekik. Tehát nyilvánvalóan van, aki belép, van, aki nem lép be az állapotba. Nyilván nekünk mindannyiunknak be kell belépni. Így lehetünk majd egy nemzet. Tehát ha nem lépünk be mindenki, hát ugyanúgy, mint a Tóra megszerzés előtt volt a Sinai hegynél. Oké, na de az, hogy felébresszük a közösséget, ez mindenkinek a szabálya. Mindenkinek a szerepe van ebben. Tehát mondjuk két ember fölrakja a kezét, hogy igen, mi akarjuk. Akarjuk ezt a felébresztést.
Tehát mi megfizetjük a mászert, mi mindenféle dologban részt akarunk venni. Minden részt akarunk venni a leckén. És amit tesznek, ugye, az végül az, hogy magukra vonják ezt a szerepet. Tehát van, aki többet tesz, van, aki kevesebbet, de a lényeg az ez. Tehát nyilvánvalóan itt van szerepe a szerep felvételének, tehát hogy milyen általános felébresztésben vagyunk. Tehát az embernek magasabbra kell emelkednie. És van bizonyíték mindenféle felébresztésre. Mindenki tanul, mindenki. Ennek megvan a szerepe a tanuláson belül, ugyanígy megvan a szerepe az árvútban is. Tehát mondjuk én bele akarok ebbe fogadni magam. Igen. Tehát, hogyha te fölkelsz 3-et, 3-kor megérkezel ide, akkor bele olvadhatsz ebbe. Tehát neked... Tehát neked példával kell válnod, nem szabad elaludnod, tehát példává kell válnod ebben a folyamatban. De én komolyan kérdezem, én meg komolyan válaszoltam ugyanak. Mit jelent az, hogy barát? Az, hogy engem csak az érdekel, hogy mindenkinek meglegyen a felébresztése, meglegyen a vágya a kapcsolatra. Minden lehetséges módon. Igen, Ágilád, mit akartok kérdezni? Én azt gondolom, hogy talán Rabas, aki a három fázisról beszélt a Jesivat Haverimon. Ugye itt a tökéletességgel kell kezdeni, hogy mit tudunk elérni, aztán, hogy ez a végső állapot legyen, tehát ma vagy hol.